13 évesen nyertem az első versenyemet, azóta ezek a versenyek folyamatosak, és szeretnék legalább a Miss Hungary-ra eljutni, vagy Miss Universe-re, ezért csinálom ezeket a versenyeket, nem félek a kamera előtt, és bátran vállalom saját magamat. Nyolc évig karatéztam, amely az önvédelem mellett a kitartásra is megtanított. Jelenleg konditerembe járok, hogy ezzel tartsam formában magam. Sos elég más, csak aki vagy, de igyekezz a legtökéletesebbnek lenni. Nagyon-nagyon szeretek az emberekkel foglalkozni. Ha ezen a versenyen sikeres helyezést érek el, a továbbiakban is szeretnék ilyen fajta versenyekre jelentkezni. Nagyon jó a humorérzékem, és szeretek másokat szórakoztatni. Szabadidőben táncolok, az A Force One tánciskola tagja vagyok. Ez az életem első szépségversenye, remélem sikeres eredményt érek el. Igazából szépségverseny volt az, ami kimaradt főskó és révén maradt, úgy gondolom, ki kell próbálnom, és hát jó az idő, wellnessezünk, teljesen korrekt az egész. Mindenkinek ajánlom egyébként, akiben egy kicsi spiritus is van. Azt kaptam a versenytől, amit vártam. Szeretem a hangulatot, nagyon jól érzem magam most is a lányokkal. Igazából szépségversenyeken továbbra is szeretnék indulni és helyezéseket elérni. Természetesen itt is szeretnék első lenni. Én úgy gondolom, hogy nagyon szép lányok indultak ezen az idei évben. Úgy gondolom, hogy mindenki egyenlő eséllyel indul. Van titkos favoritom, de úgy gondolom, hogy így élőben más látni őket, mint fényképen. A kisugárzás az nagyon fontos. A kisugárzás számomra onnét adódik, hogy a mosoly, a megjelenés, hogy tud viselkedni egy adott helyzetben. Nekem ez a legfontosabb, az, hogy ápolt legyen nagyon bőre, a fogai, haja, minden ilyen téren. Hát én úgy gondolom, hogy sok élménnyel gazdagodnak, és hát hogyha még szeretnének jelentkezni majd ilyen szépségversenyekre, akkor nekik ez egy jó szépségverseny, hisz tapasztalatokat gyűjthetnek ezen a versenyen. A legnagyobb célom, hogy eljussak a Miss Hungary-ra. A szüleim sokat támogatnak ebben, és a barátaim is. Legelőnyösebbnek talán azt tartom, hogy egy picit érdekes arcom van, és nem az a megszokott hétköznapi. Hát a testemben még lenne mit formálni, de rajta vagyok az ügyön. Világbéke! Azért jelentkeztem ezt erre a versenyre, mert imádok utazni és új embereket megismerni, és ez jól is megy, szerencsére, a lányok is bizonyítják. Hát igazából élvezem a nyarat, idénre még nincs programom sem, várjuk a jó időt és szeretünk napozni. Ez életem második szépségverseny, úgyhogy még nem vagyok túl gyakorlott, kicsit még félek a kamerától is, de én is nagyon szeretek beszélni, és nagyon remélem, hogy szimpatikusnak találtok, és sikerül velem ilyen eredményt elérnem ezen a versenyen. Célom, hogy az első háromba legalább bekerüljek. Nagyon jól érzem magam itt a lányokkal, és szerintem a jövőben több versenyen is részt fogok venni. Úgy gondolom, hogy nem csak a szépsége fontos, hanem az ész is nagyon sokat számít, és ez nálam bizonyított, mert van 3 nyelvvizsgám, és az egyetemen jogot hallgatok. A piece, I'm an animal, I'm that monster in the mirror.